nálam okosabb emberek mondták, 16. Benedek pápa, hogy az egyház alapvetően úgy fog átalakulni, hogy egy kis mag lesz Európában, aki egy imádkozó, egy misztikus mag lesz, aki olyan szintre emeli a lelki életét, hogy egyre közelebb tud kerülni az Istenhez. A népegyháznak az ideje az eltűnt, és ennek a nagy imádkozó közösségeknek, kis közösségeknek jön el az ideje. Ezt nekünk nem olyan egyszerű feldolgozni, mert az egyháznak az intézményrendszere nem erre van berendezkedve. És egészen új utakat kell találnunk ahhoz, hogy ezeket a kis közösségeket, kis magokat egyrészt föl tudjuk építeni, és valóban először imádkozó közösséggé váljunk, akik az imádkozásból merítve erőt tudnak aztán majd nagyobb közösségeket megszólítani. Hiszen arra kell elvezetnünk az embereket, hogy a saját útjukat találják meg Isten felé. És ezt a saját utat megtalálva aztán megtalálják az egyházat. És hogy ebben hogyan tudunk segíteni? Úgy tudunk segíteni, hogy figyeljük azt, hogy az embereknek milyen mély igényeik vannak. Hogy mély igényük lenne arra, hogy egy igazi közösséghez tartozzanak, ahol biztonságban érzik magukat, ahol erőt tudnak kapni ahhoz, hogy a mindennapokban tudják megélni aztán a kereszténységüket. Nagyon jó lenne az, hogyha egyre inkább tudnánk egy olyan életmód vezetési tanácsadást végezni, hogy hogyan lehet a mindennapokban megélni a kereszténységünket. És sokszor az ellentéteket látjuk csak a lelki életünk és a világi életünk között, és ebben kellene segíteni, hogy hogyan lehet ezt vajon összehozni és összeegyeztetni. Ez egy komoly és hosszú éveknek a kitartó munkája kell, hogy legyen, de azt hiszem, hogy ez a jövőnek az útja. Maradjunk mindig közösségben a többiekkel, ahova tartozunk, a családunkkal, a keresztényekkel, mert az lesz az, ami igazán elvezet majd bennünket a mennyországba. Úgy legyen. Mindenki próbálkozik ezzel a maga módján. Hát mivel mi bencések vagyunk, ugye bencés lelkiségnek azokat a vonásait kell jobban az embereknek megmutatni, ami nekik egy erőforrás lehet. A bencés lelkiségnek ugye az alapvető vonása az, hogy imádkozik, és hogy a zsolozsmának az imádságát hogyan végezzük mi rendszeresen, ami igazából az egyháznak a hivatalos imádsága. És ezt újból megkedveltetni az emberekkel, hogy a zsoltároknak az éneklésével hogyan lehet közelebb jutni Istenhez. Igyekszünk egyre többet nyitva tartani a templomunkat, és az imádságaink közben is nyitva tartani a templomunkat, illetve hogy a szentmiséinket úgy rendezzük meg idézőjelben, hogy az minél szélesebb réteget meg tudjon szólítani. És ilyen módon vannak a mocorgós misék, ahol azokat a családokat szólítjuk meg, akiket sok helyről talán kinéznek, mivel hogy a gyerekek mocorognak, és mi itt nem nézzük ki őket, hanem hát örülünk, hogyha egy ilyen élő imádsággá alakul a Szent Mise, ahol a gyerekek önmagukat adják. És ezzel a felnőtteknek is sokszor segítség, hogy hát mi is adhatjuk önmagunkat az Isten előtt. És így tudunk odalépni az Úrnak az asztalához, hogy önmagunkat adjuk, és a gyermeki lelkületünket adjuk az Istennek. Ezek nagyon-nagyon népszerűek, és amiért én nagyon szeretem, és nagyon ajánlom ezeket a miséket, mert hogy ez egy önszerveződő közösségnek a szolgálata. Aztán nagyon jó dolog, és ez is egy külső igény volt, hogy felnőtt hittan legyen a templomban, hogy a katekizmust vegyük át újból. Hiszen hát az ember talán visszaemlékszik arra, hogy
amikor itt a Nórán ült, nem biztos, hogy olyan lelkes volt, és nem biztos, hogy olyan sokat mondott neki az, amit ott a hitoktató elmondott neki a hiszek egyről, vagy bármilyen vallásos dologról, és ez egy nagyon szép dolog, hogy vannak, akik újból nekiindulnak, hogy akkor nézzük át, hogy mi is az a hitvallás, miről szól a katolikus vallás igazán.